Ebben az évben Szerbia területén, illetve Vajdaság területén még több föld kerülhet bérbe, mint eddig. Ez Szabadka szempontjából mit jelent? Nem jellemző az, hogy Szerbia területén ugye több állami földet fognak kiadni, ez annak köszönhető, hogy hát voltak olyan állami földterületek, amelyek a kataszterekbe elsiklottak, vagy nem kerültek nyilvántartásba, és ugye hát az utóbbi pár évben igen komoly hangsúlyt helyezett a mezőgazdasági minisztérium arra, hogy a kataszterekbe, az önkormányzatokba újra vizsgálják át az állami földeknek a mi létét, hol létét, és innen következik az, hogy az idén Szerbia területén több állami föld lesz bérbe adva, mint az előző években. Megtaláltak a kataszterekben olyan földterületeket, amelyeket eddig nem tudni, hogy ki használt, vagy hogy használt, viszont most ezek evidencióba kerültek, és ugye mind állami földterület így kiadásra, bérbeadásra kerülnek. Szabadkán nem ez a helyzet, inkább a fordítottja, mivel a visszaszármaztatás javába folyik, és hát a 16 ezer hektár állami földterületből, amely Szabadka területén létezett is, meg létezik ebbe pillanatban is még, nem biztos, hogy jövőre is ennyi földterület marad meg. A napi munkák során szinte minden nap találkozunk olyan termelőkkel, akiknek bérbe adtunk földterületeket, állami földterületeket, és hát ezek az állami földterületek időközben visszakerültek a jogos tulajdonosokhoz, és hát immár magánparcellák lettek. Ennek van egy külön procedúrája, tehát a termelő nem marad föl nélkül, de viszont a bérletet nem az államnak fizeti, hanem a tulajdonosnak. Minden esetre itt csökkenni fog az állami földterületeknek a hektárszáma Szabadkán. Számadatokban mennyit jelent? Körülbelül, tehát az év végéig be kellene, hogy fejeződjön a visszaszármaztatás, és a számításaink szerint olyan 12-3 ezer hektár állami földterület fog maradni Szabadkán. Ami a mostani bérbeadást illeti, itt milyenek a számadatok, illetve milyenek a lehetőségek? Az állami földterületeket kétféleképp adjuk bérbe. Elsősorban előjogi bérleti lehetőségük van az állattenyésztőknek. Ezt a mezőgazdasági törvény garantálja nekik. A kimaradt földterületeket pedig licitáción adjuk bérbe. Az idén történt meg először Szabadkán, hogy az állattenyésztők több földterületet igényeltek, mint amennyi földterület van Szabadka város területén. Így hát kénytelenek voltunk 20%-kal csökkenteni mindenki a neki járó földterületet, és licitációra csak azok a földterületek fognak kerülni, amelyeket valamilyen ok véget az odaítélt nem tart rá igényt. Praktikusan, amit visszautasítanak földterületeket, ezeket fogjuk majd esetleg licitáción bérbeadni. Ezek nagyobb részt a homokos területek, tehát Szabadkától északra fekvő homokos területek, amelyek hát nem igazán kelendők sem a licitáción, sem pedig az állattenyésztők körébe. A lehetséges bérlőket már tájékoztatták erről, hogy lineárisan 20%-kal csökkentették. Milyenek a visszajelzések? Természetesen ugye az állami földterületek akkor adhatók bérben, mikor az évi programot elfogadják. Ez Szabadka város tekintetében a szeptember végén fogadta el a képviselőtestület az évi programot. Innentől kezdve azonnal értesítjük a termelőket, hogy milyen földterületek azok, amelyek nekik oda lettek ítélve. Két héten belül nekik egy nyilatkozatot kell aláírni, hogy elfogadják a fölkínált földterületet, részbe fogadják el, vagy visszautasítják. Ennek a vége felé járunk, most ebbe pillanatban, október 16-án, és innentől kezdve kezdjük majd a szerződések megkötését azokra a földterületekre, amelyekre az állattenyésztők igényt tartanak. Mi az, ami még fontos a bérlők szempontjából? Ugyanis lehet olvasni a sajtóban, és lehet hallani a bérlőktől, hogy kicsit elégedetlenek a bérleti díjakkal. Így van, ez Szabadkán is, Vajdaság más területeiről jönnek ilyen hírek, drágálják magyarul a bérleti díjat. A törvény pontosan meghatározza, hogy minden község területén hogyan kell az állami földek hektáronkénti bérét megállapítani. Ez az elmúlt licitációnak a közép árfolyama. Ez Szabadka város területén körülbelül 195 euró ebbe pillanatban per hektár. Itt nem igazán jellemző az, hogy panaszkodnának a bérletre, mivel én azt hiszem, hogy ez egy igen-igen jutányos bérlet. A piacon ettől sokkal többet, mondhatnám a dupláját is kínálják a
különböző termelők, tehát 350 és 400 eurót is fölkínálnak hektáronként a bérletért. Inkább az jellemző, hogy ami miatt az idei évi program Szabadkán késett is, hogy hát ez egy üzletág lett Szabadkán, hogy ugye minden állattenyésztő, főleg a nagyobb állattenyésztők maximálisan kihasználják a törvény adta lehetőségüket, és hát aztán ilyen mellékkeresetként ezeket a földterületeket egy másik bérlőnek továbbítják, ami hát enyhén szóval nem éppen törvényes, másosorban pedig hát azt hiszem, hogy nem is igazán etikus. Mi megpróbáltuk az idei folyamán valahogy ezt a problémát kiküszöbölni, hát kisebb-nagyobb sikerrel azt hiszem, hogy sikerült is ez, mivel október 30-áig van a határi idő, hogy átadják az idei kérvényeiket a jövő évi bérlésre, így majd valamikor november közepén láthatóvá fog válni, hogy sikerült-e a törekvésünk, hogy ezeket a különböző spekulációkat megfékezzük, vagy nem.